A két kapitány szívélyesen kezet fog egymással. Vajon mi lesz most a magyar-szovjet mérkőzésen? Szépen alakul, már is ott a labda megint Kocsisnál. Kocsis tovább baloldalra Puskáshoz. Puskás 25 méterre a kaputól leállítja a labdát előreivel, Kocsis fejjel megtolja, Ugonykov közbe lép, de a magyar csapat valamennyi játékosa hallatlan erővel, lelkesedéssel, szívvel, lélekkel küzd. Most is újra ott van a labda Hidegkuti előtt, levágódik, Hidegkuti utána kap, aztán tovább teszi Kocsisé, Kocsis leadja a jobbra, ott van Tibor elő, Tibor lő, gól! Bravo Tibor, nagyszerű gól, remek góllal megszerezte a magyar csapat a vezetést. A magyar-szovjet labdarúgó találkozó térfére, újra Ivanovi a labda, a jobb összekötő előre tör, aztán Strelcov a játékvezető Kárpáti terel, és Strelcov durván belelép Berendibe. A játékvezető nem sípol, mert a miénké marad a labda. 1-0 arányban vezetünk, amikor most Hidegkuti laposan teszi előre tovább Tiborhoz a labdát. Tibor itt, Tibor ott, Tibor mindenütt, nem lehet föltartani a malkésőt. Megint elszáguld a labdával, aztán beivel, Kocsis felugrik, fejel, és a kapufáról vágódik ki a labda. Hely, ha ez bement volna, de kellett volna ez a második gól. 1-0 arányba kezd, és utána megint Tibor bukkan fel a jobb összekötő helyén. Előre tör, jobb lábbal lő, azonban Jasin könnyedén szerzi meg a labdát. Kijön egészen előre, aztán kidobja, de már nincs idő a játék folytatására. Vége a félidőnek, 1-0 előre, és a magyar ellentámadás Sándor indítja el. Ide az egyik a sok Sándor-Ugonykov összecsapás közül. Sándor ismét az oldalvonalon kívülre kerül. A francia partjelző udvariasan leállítja a szabadrugáshoz a labdát. Sándor, mint akinek meg sem kottyan az ilyen kisebb szabálysértés, fölpattan a helyéről, hogy ő rúgja a labdát, de aztán hagyja, hogy Bosik tegye előre pontosan Sándor elé. Sándor szépen Kocsissal játszik össze, fordulásból már is előre száll a labda Sándorhoz. Sándor száguldja el a labdával, na most egy jó beadást szállni befelé a labda, milyen szép ott a 16-oson belül. A szovjet védelem fölszabadít, nem sokáig Tibor, aztán Puskás, majd újra Tibor a labda útja. Tibor jobban lő, itt csak a bal alsó kapuka mellett a labda. Íme egy ideges kapus. Jasin nem tudja, hogy merre rúgja ki a labdát. De aztán végre elvégzi a kapukirúgást, és már is megint a szovjet ellentámadás bontakozik ki. Szanyikoknál a labda, Bozsik azonban kitűnően szerel. Kocsisé a labda, Kocsis tovább előre. Sándor, na most szabad az út, üres a tér, meg is elrohan előre a labdával. Ogonykov azonban beéri, és Szanyikov, valamint Ogonykov közös erővel szerelni tudja a magyar csapat kitűnő formában lévő antúra. Szovjet csapat végzi el a bedobást, Ogonykové a labda, a bal hátét fölhozza, Szanyikovval játszik össze. Szanyikov mindenütt ott van, kitűnő a szovjet csapat bal összekötője. Elmegy most szépen Bozsik mellett, aztán jobbra küldi át a másik oldalra a labdát, ott nettó, látva egy emberen kettőn, most azonban Börzsei elegánsan, gyönyörűen szerel. Börzsei, remekül játszik Börzsei. Hidegkuti dobja, már is tovább előre, Sándori a labda. Sándor átemeli két szovjet védőjátékosot, Kocsisan játszik össze, Kocsis beszélítette középre, ott nagy kavarodás, Ogonykov fölszabadít, Puskás fölmegy a levegőbe a labdáért, elfejeli Nettó mellett, aztán újabb harc a labdáért, befelé száll, Puskás előtt, lövés! Azonban a jobb lábas, nem túlságosan erős lövést, Jasin védeni tudja. Hű, de szép támadás, ez bemehetett volna. Ezt a pergő tűzszerű támadás sorozatot állni tudjuk. Közben Kocsis lő és Jasin szédületesen védi a remekbe szabott Kocsis bombát. Tehát nagy harc folyik a pályán, megint a mieink támadnak, ott vagyunk elől, Tiboré a labda, Tibor elhúz Csisztyenko mellett, lövés, Jasin gyűjti a labdát, és Csisztyenko estjében küldi tovább előre. Hidegkuti, megáll egy pillanatra, majd tovább jobbra küldi Kocsishoz, Kocsis nettó ezúttal szerelni tudja, előre rúgja a labdát. De a mieink joga a szabadrúgás, Bozsik ível előre, Jasin a 11-es ponton azonban szépen lehúzza a labdát, rögtön kidobja elő, nurra. S most 11 magyar összeborul a nagy győzelem örömére.